Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola együtt épült a lakóteleppel. 79-ben nyitotta meg kapuit egy gyerekkomplexum közepén. A környezetünkben bölcsöde és óvoda van, ami ideális a családoknak, a munkába járó kisgyereket nevelő pároknak. Általános alapozó és speciális képzést biztosít az érdeklődőinek. A speciális képzés az nálunk azt jelenti, hogy első osztálytól lehet angolt, németet és nemzetiségi németet tanulni. Büszkék vagyunk a múltunkra, mert azért igen sikeres iskola vagyunk. A tanulmányi versenyekben nincs olyan év, amikor magyarból, matematikából vagy idegen nyelvből, illetve az utóbbi években énekből és technikából megyei döntőre, illetve országos döntőre jutnak a diákjaink, és onnan bizony dobogós helyezésekkel jönnek haza. Ez az iskola sporttagozatos iskola volt az önkormányzati rendszerben, tehát addig, amíg nem vezette be az oktatáspolitika az 5 órás testnevelést, addig ebbe az iskolában már korábban is 5 órás testnevelés volt. Ennek azért megvolt az eredménye, mert országos bajnok csapataink, országos döntős csapataink, illetve megyei döntős atlétáink voltak, kosárlabdából, floorballból, fuszbálból, röplabdából, illetve atlétikából egyéni számokba és például súlylökésbe is. Az iskola a városban egyedülálló abban a tekintetben, hogy minden egy épületben van nálunk. Tehát az összes oktató és kiszolgáló helyiség, a tornatermünk, a mozgáskoordinációs szobánk, a felújított konyhánk és a két étkezőnk. Ez nagyon megkönnyíti a mindennapi munkánkat, a napi életünk szervezését. Kaptunk tagintézményeket Pusztahentse és Németkér településekről. Pusztahentse elkerült tőlünk. Németkér még nálunk maradt, viszont a Németkér iskolába olyan kevés gyermek jelentkezett, és annyira nehéz volt pedagógust találni, hogy jelen pillanatban szüneteltetjük a Németkér iskola működését, a gyerekek hozzánk járnak be. Iskolabusszal hordjuk be a gyerekeket Németkérről és Pusztahentséről is. Nagyon sok olyan programmal színesítjük a gyerekek napjait, amit a szülőkkel együtt, szülők finanszírozásával tudunk megvalósítani. Ilyenek a kirándulásaink, minden évben megyünk osztályszinten, iskolaszinten kirándulni, illetve családi napokat tartunk minden évben, mert úgy gondoljuk, hogy a családi nap a legjobb összekovácsoló program a gyerekek, a szülők és a pedagógusok között. Figyeljük a pályázatokat, nagyon sok pályázatunk van. A pályázati támogatásokból valósítjuk meg évek óta a külföldi nyelvi táborokat, célnyelvi területen. Angliába jártunk, Ausztriába jártunk, Németországba jártunk, illetve pályázati támogatásból megyünk olyan magyar lakta területekre, ahol a magyar múlttal, a magyar történelemmel ismerkedhetnek meg a gyerekeink. Alsó tagozaton nálunk a két tanítós, gurulós, nagy felmenős rendszer a jellemző. Ezt azért is szeretjük, mert így a tanítónéneink délután és délelőtti körülmények között is jobban meg tudják ismerni a gyerekeket, külön tudnak velük foglalkozni. Szerencsére felső tagozaton is 100%-os szakos ellátottsággal tudunk dolgozni. Ezt szeretném mondani, hogy van egy kollega, aki tőlünk megy nyugdíjba, már 70 éves és 3 éve visszajár földrajzot tanítani hozzánk. Ez külön öröm számunkra, ő jól érzi magát nálunk, és mi is nagyon szeretjük, hogy még mindig a körünkben van. Tulajdonképpen a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola a hagyományai mellett egy nagyon jó összetartó közösség. Nagyon jó pedagógusaink vannak, akik folyamatosan adják át tapasztalataikat egymásnak, és nem utolsó sorban nagyon jó szülői munkaközösségünk van, aki segíti a munkánkat, és ezáltal tudunk naponta mosolygósan, vidáman és nagy türelemmel a gyerekekkel foglalkozni.